az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a Teremtőnk. Ezen a csodálatos egyházközség ünnepen, jubiláns házasok megáldásának meghitt és szent ünnepén, elsősorban nagy tisztelettel és nagy örömmel köszöntöm a kedves jubiláló házaspárokat, szeretett családtagjaikat és minden kedves megjelent ünneplő testvéremet. Isten hozott mindannyiunkat ma ide a Szegvár ékszerdobozba, ebbe a csodálatos templomban. Mai szemis áldozatunkat, kedves önökért, szeretteikért és mindazokért ajánljuk föl, akik önöket idáig elsegítették, támogatták, óvták, becsülték, szerették, hogy továbbra is ez az összhang, ez a harmónia, ez a megbecsülés megmaradjon önmagunkban, és megmaradjon egymás között. Testvéreim, talán az elmúlt időszak, az 5-10-15, de még inkább a sok-sok időszak abban is kiválóan jó volt, hogy egymást egyre jobban megismerjük. Férjemet, feleségemet. Ismerjük talán eléggé jól egymást, és nem csak egymást, hanem az elmúlt évek alapján, az elmúlt évek sokasága után sikerült megismerni nagyon jól a Jóisten is. És tudjuk azt, hogy a Jóisten nem önző. Miért mondom ezt? Azért, mert valamikor hajdanán a Jóisten önök mellé társat, párt rendelt, mert Isten nem leli kedvét abban, hogy valaki egyedül legyen. Mindig valakit Isten az ember mellé állít, azért, hogy boldog, teljes és kiegyensúlyozott legyen az általa teremtett ember. Vajon mennyire érezzük az Isten részéről ezt az ajándékot, hogy a férjem, a feleségem számomra egy nagy-nagy ajándék az Istentől? Milyen gyakran tudok hálát adni a Jóistennek, hogy van valaki mellettem? Mennyire érzem azt, hogy a Jóisten gondoskodik a férjem, feleségem által róla? Annyira jó lenne, hogyha nem csak ma, ezen a napon, hanem az ég minden egyes napján, életünk során hálásak tudnánk lenni egymásért, és őként Istenért, hogy Isten mellé olyan társat rendelhetsz, akik megérdemlik. Nyilván vannak kivételek is sajnos, de Isten mindig gondoskodik sokféle formában az emberről. Éppen ezért leginkább ez maradjon meg a szívünkben, a lelkünkben, hogy Isten gondviselő szeretete óvéd és szeret engem, szeret bennünket. Ezért hát most a szentmiség kerein, kedves jubiláló házaspárok, kedves testvéreim, adjunk hálát a mai napért, azért, hogy 36 jubiláló testvérünk eljött ide a templomban, és adjunk hálát a Jóistennek, hogy adott egészséget, szeretetet, lelki békét uralnak azért, hogy megélhettük ezt a mai meg szent napot. Gyón, a mindenható Istenem, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és ugrasztással. Én védkem, én igen nagy védkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkorod szeplőtelen Jézus Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és neked testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenekhez. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el a szörök életre. Amen.
fölbonthatatlan kötelékével kapcsoltad össze híreidet, és kegyelmeddel megőrizted bennük a lelki összetartozást jó és harcosban. Növeld és szenteld meg szeretetüket, hogy boldog családi életünk a megszentelődés forrása legyen számukra és gyermekeik számára, a mi Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen. Szent Leckem, Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, örüljetek az Úrban szüntelenül. Újra csak azt mondom, örüljetek. Ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseiteket hálaadásul az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Egyébként testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes és igazságos, arra, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példában láttatok, azt váltsátok is tettekre, és veletek lesz a béke Isten. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja. És ketten egy test lesznek. Ettől kezdve már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybe kötött, az ember szét ne válaszol. Ezek az evangélium ígéi. Áldunk téged, Krisztus! Tisztelt jubiláló házaspárok, kedves családtagok, Krisztusban szeretett, kedves jelenlevő ünneplő testvéreim. A jubiláló házaspárok ünnepe, ahogy a szentmise elején is valamilyen formában említettem, mindannyiunk ünnepe, hisz mindenkinek van valami köze a családhoz. Bárhogyan is lenne, családból származunk, családi és egyházi közösségben élünk. Isten ajándékából ez az éltető gyökerünk, amely egy életre szól. Az életünk szorosan összefonódik mások életével. Mindig is valakinek gyermeke maradunk, vagy valakinek testvére, szülője, házastársa, rokona, vagy hozzátartozója vagyunk. Ezt a kapcsolatot nem lehet könnyen megszüntetni, ez a kapcsolat sokszor, sok esetben egy életre szól.
Kedves jubiláló házaspár! A házasság boldogsága azon múlik, hogy sikerül-e optimizmusunkat a másik iránt megőrizni, vagyis pozitív beállítottsággal fordulni házastársunk felé. Azzal az elvárással, hogy valami jó jön tőlem, hogy a párunk gondolataiban vagy szívében valami szépet fogunk találni. Ismerjük el mi is mindig újra azt, hogyha a társunk esetleg fájdalmat is okozott, azért mégis csodálatos ember ő. Végül is sok felesleges fájdalomtól megkímélhetjük magunkat, ha megértjük egymást, és szépen meg tudjuk beszélni a dolgokat. Ugyanazzal a kézzel tudunk örömet szerezni, vagy fájdalmat okozni. Ha gyakran fájdalmat okozunk egymásnak, akkor az otthonunk falai elvékonyodnak, és átengedik a külvilág, a szugesztív tömegtársadalom sokféle hatását. A családi házakban sem lehet ma már elrejtőzve és biztonságban élni és gyermeket nevelni, mert az élet itt is sokféle külső tényező járja át és folyásolja be azt. Az újság, a rádió, a tévé, a mozi, a színház vagy az iskola is sokféle hatást gyakorol ránk és a gyerekekre. Szorosan sok más emberhez kapcsolódva élünk mi is, és a többiek véleménye, nézete, magatartása akarva, akaratlanul befolyásol bennünket is. Például ma a nagyvilág sok esetben nem tiszteli a házastársi hűséget és lebecsüli a gyermek áldást. Ezek az eszmék behatolnak és átjárják otthonunkat és bennünket is. A házi szentélyben, a lakásunkban köztünk élő szűzanya hozzásegít minket, hogy felfedezzük családunk hivatását, és életünket ennek megfelelően alakítsuk. Vagyis egészen konkrétan a szűzanyával megbeszéljük és eldöntjük, hogy minek van helye, és minek nincs helye az otthonunkban. A szűzanya segítségével házunkban egy szellemileg zárt tér jön létre. Így lesz lehetőségünk hitünk átélésére és életünknek keresztény lelkiséggel való átitatására. Ebből kiindulva lehetne házasságunk talán az áldozatkészség közösségem, a bölcsesség közösségem, a vidámderű közösségem, a szegénység és öröm közösségem, a szelítség helyem, a gyermeki bizalom helyem, a segítőkészség helyem, a hűség és az erő helyem, a hit háza, mert hiszünk egymásban, mint fér és feleség, hiszünk gyermekeinkben, hiszünk, hogy Isten szereti őket és vigyáz rájuk. Ezért aztán az emberek otthon érzik magukat nálunk. Házasságunk a türelem lelki háza kell legyen. A türelem nem más, mint annak átélése, hogy Isten a tenyerén hordoz bennünket, férjünket, feleségünket, gyermekünket, illetve gyermekeinket. Így aztán egyszerűen mi is hordozzuk egymást, ezt érezzük és éreztetjük is.
szeretett jubiláló testvérei. A szűzanya azt akarja, hogy a mi házunk, illetve az önök háza is Názáretté váljék, olyan helyén, amely felett nyitva van az ég, ahol érezni lehet Isten atyai szeretetét, ahol a hétköznapok apró kis dolgai szeretet alkalmakká válnak. Ha a szűzanya a mi házi szentélyünkben, a lakásunkban együtt él velünk, akkor gondoskodni fog arról, hogy otthonunkban újra szülessen Jézus, hogy mi is lelkileg Názáretben élhessünk. Sok idő kell, nagyon sok idő kell ahhoz, hogy magunkat, házasságunkat, családunkat Isten szemével lássuk, és eredeti szépségében fogjuk fel. De a szűzanya hangja és Isten hangja egyre erőteljesebben, hangsúlyosabban szól. Ezért jobban oda kell figyelnünk a lelkiismeretünkben eme csodálatos Isteni hangra, hangokra. Ahogy növekszik a lelki közösségünk egymás iránt, úgy mindig újabb és újabb oldalról ismerjük meg a társunkat és saját magunkat is. Legyünk türelmesek magunkkal, férjünkkel, feleségünkkel, gyermekeinkkel, és még a jó Istennel szemben is. A családban nagy szükség van arra, hogy odafigyeljünk egymásra, hogy legyen türelmünk és lelki erőnk felül emelkedni a gondokon, hogy legyen kedvünk kísérletezni, hogy legyen kedvünk fölfedezni egymást. Emlékezzünk vissza a régi szép élményekre. Időről időre elevenítsük fel szerelmünk első idejét. Lássuk meg, hogy Isten mi mindent megmozgatott azért, hogy minket egymáshoz vezessen. Elevenítsük fel az egymásra találás meghitt élményét. Gyűjtsük össze, hogy mi mindent tett Isten az életünkben. Ezek az emlékek aztán átsegítenek az újabb nehézségeken, erősítik a hitünket. Ezáltal jobban megértjük Istent és az életünket, családunk életét. Figyeljük csak meg gyermekeinket. Hogyan tudnak csodálkozni, ha felfedeznek valamit? Nekünk is szükségünk van arra, hogy mindig újra elcsodálkozzunk azon, hogy mi minden történt és történik még velünk a házasságban. Akik csodálkozni tudnak együttes élményeiken, azok tudnak csodálkozni társadalom is. Ilyen látásmóddal valóban lehetséges, hogy a társunkban, akit már hosszú ideje ismerünk, valami újat fedezzünk fel benne. Kedves testvéreim! A családi szokásrendben különösen nagy jelentősége van a házaspár a család ima rendjében. Ezért keressük meg a mi körülményeinknek megfelelő ima formát. Számunkra tehát a megfelelő ima azt jelenti, hogy megfigyeljük, mi mindent tesz Isten az életünkben. Meglátjuk az események mögött őt, és élvezzük gondviselő szeretetét. Természetesen közben szegénynek, gyengének és bűnösnek érezzük magunkat. Ám ez nem maradhat sohasem a végső gondolatunk. Imádságunk, amelyeket férjünkkel, feleségünkkel végzünk,
mindig azzal kell záruljon, hogy az irgalmas Isten mégis szeret minket úgy, ahogyan vagyunk. Kedves jubiláló házaspárok, ha családtagunk egymásban, ha csalódunk, vagy csalódtunk egymásban, akkor forduljunk a jó Istenhez, és könyörögjünk a szeretetét. Szívünkkel forduljunk oda Istenhez, és fejezzük ki, hogy végső soron egészen csak az övéi vagyunk. Mi emberek előbb vagy utóbb a házasságban is magányosak lehetünk. De ez a magány nem vezethet a házasságból való kimeneküléshez, hanem az Istenben átélt együttléthez kell, hogy vezessen. Ha nem is a párunkhoz, de Istenhez. Istenhez fordulásunkban megláttuk, hogy ő a házastársunknak ajándékozott bennünket. Ha tehát Isten akaratát akarjuk teljesíteni és követni, akkor az ő szeretetével kell a párunkhoz visszatérni. Minden megbocsátással, amit a társunk felé kinyilvánítunk, nyilván oda és vissza, egyben Isten akaratában egyesülünk, és áldássá válunk a párunk, a gyermekeink és az egész családunk számára. Hogyan kell megbocsátani? Elsőként megállapítjuk, hogy a másik valami rosszat tett ellenünk. Másodszor azt mondjuk a társunknak, most bocsáss meg nekem. Ha társunk megbocsátja a védünket, akkor az ő könyörületességére vagyunk utalva. A megbocsátás, mint a szeretet egyik megnyilvánulását éljük át egymáson keresztül. A megbocsátás ajándék, vagyis a szeretetnek egy új kezdete. Tehát a házasság szövetségében jelen van az Isten is. Ő a harmadik személy a házassági szövetségünkben. Őrá támaszkodva tudjuk esünket, amit itt a templomban egykor tettünk, ezt az esküt megtartani. Félre a büszkeséggel. Éppen a gyengeségeink által van lehetősége Istennek, hogy belépjen az életünkbe, és irgalmas, megbocsátó szeretettel ajándékozzon meg minket. Szeretett a testvéreim! Többek közt nekünk, önöknek az a hivatásunk, hogy a mi családi életünkben megoldjuk korunk házasságainak problémáit. Ennek útja az, hogy bizalommal fogadjuk a másik szeretetét, és azt szeretettel viszonozzuk. Megbocsátunk és szeretünk, akkor is, ha fáj. Jó jel tehát, ha van megbocsátani valunk egymásnak, ha nincs, az már eléggé nagyon nagy baj. Becsüljük meg házastársunkat, hiszen a lét veszélyeztetettségével szemben a társunk szeretete nyújthat oltalmat, persze csak akkor, ha benne van, benne is van őszinteség, szeretet, jóindulat felünk. Állandó veszélyek közepette élünk. A háború, az infláció, különféle régi és újabb betegségek leselkednek rám. Velük szemben nem ad biztonságot, semmiféle biztosítás. Isten azonban adott egy ellensúlyt, egy biztos menedéket, a társunk, az ember szívét. Ha nála otthonra találunk, ha őt szívünkbe fogadjuk, akkor biztonságban vagyunk. Ha nem, akkor talán nem vagyunk. Az egész világon nincs szebb hely, mint egy nemes, Isten bensőségesen szerető ember szíve. Kedves ünneplő testvéreim! A családok házi szentélyében, az otthonunkban az üzenet nem két különálló személyhez jön,
a férjhez és feleséghez. Ő a házas párhoz jön, és arra kér minket, hogy ajándékozzuk oda magunkat tökéletesen egymásnak. Egy házas pár annál inkább jellé válik, annál jobban él és hat bennük Krisztus, minél inkább teljes a házas pár kölcsönös odaadása. Tehát minél inkább odaadjuk magunkat egymásnak a házasságon belül, annál inkább a mennyei atya gyermekeivé válunk. Ahhoz, hogy jó házasságban éljünk, nem nélkülözhetjük Isten segítségét, az emberi erő nem elég. Sok minden próbára teszi ugyanis a kapcsolatainkat. A páli szeretet himnuszt is akkor értjük helyesen, ha belátjuk, hogy a tökéletességre csak az törekedhet a házastársa szeretetben, aki Istent is szereti, és az ő segítségét kéri hozzá. Aki a házasságon belül nem szereti az Istent, ott soha nem lesz harmónia, béke és szeretet. A mai megjelent házaspár az önök élete együtt elköltött 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 éve arra bizonyíték, hogy míg Isten nélkül semmi sem megy, vele mindenre képes az ember a házasságon belül. Köszönettel tartozunk életünk példájáért, amely Isten népe és a hitetlen világ számára egyaránt ilyen. Le Cordier, a francia domonkos szerzetes hitszónok mondta, idézem, szeretni egy óra hosszat állati dolog. Egy éven át emberi, egy életen át angyali, de egy életen át egyet szeretni, valakire rátalálni, az már isteni. Amen. Isten fizesse meg. Megkérem a tisztelt jubiláló házaspárokat, legyen szívesek felállni. Kedves ünneplő házastársak! 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 eszendeje annak, hogy Isten és az Anyaszentegyház szín előtt örök hűséget esküdtek egymásnak. Ma azért jöttek önökkel ide, mert szívük tele van hálával a jó Isten iránt. Az elmúlt évek sok öröme az ő ajándéka volt, de ő állt önök mellett és szenvedésükben is. A hűséghez ő adott és adja az erőt. Gyermekekkel és unokákkal áldotta meg önöket. Most a jó Istennek hálát adva, újítsuk meg egymásnak tett szent ígéretünket. Az egyház nevében most megkérdezem önöket, amelyre a válaszunk akarunk. Akartok-e továbbra is Isten segítségével, sírig tartó hűségben és egymás segítő szeretet közösségben élni? Akartok-e Isten segítségével, mint a világ világossága, hitetekről és a fölbonthatatlan szent házasságról jó példát adni a világnak? Akarjátok-e, mint ahogy a házasságkötéskor és gyermekeitek megkeresztelkedésekor ígértetek, gyermekeiteket és a rátok bízott unokáitokat Isten félelmében és az emberek iránti szeretetben nevelni és segíteni? Isten kegyelme, segítse kedves mindannyiunkat, hogy az 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 éve esküveltett ígéretüket
amelyet most ünnepélyesen megújítottak, mindvégig megtartsák és a hűségeseknek ígért örök életet elnyerjék Krisztus a mi úrunk által. Amen. Szeressétek továbbra is az Istent. Ő legyen legfőbb kincsetek és végső célok. Ne csak időben, hanem lelkületben is jussatok egyre közelebb hozzá, hogy egykor, mint hűséges szolgái, fogadhasson titeket, és az örök élet boldogságát adhassa jutalmul nektek. Szeressétek továbbra is egymást, uralkodjék köztetek békesség és egyetértés. Egymás gyengeségeit viseljétek kölcsönös türelemmel. Hordozzátok közösen az élet terheit. Ezzel is gyűjtsetek magatoknak örök kincseket, amelyeket a bójjel nem pusztít, a rozsdal meg nem emészt. Ti pedig az ünneplő házaspár gyermekei és unokái, tiszteljétek és szeressétek őket. Könnyítsétek meg életüket, kíméljétek őket a keserűségtől, és fizessétek vissza mindazt, amit gyöngyét és áldozatot szeretetükben rátok az adatba. Éljetek úgy, hogy örömük teljék bennetek, és büszkeséggel tekintsenek rátok Krisztus a mi úrunk által. Amen. Most megáldom az önök ujján levő gyűrűket, jeggyűrűket. Az Úr a mi segítségünk. Aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgass meg könyörgésünket. És a mi kiáltásunk jusson elé. Az Úr legyen veletek. És a felelőtted. Könyörögjünk. Istenünk, aki az emberi nemzetséget teremtetted és föntartod, aki lelki kegyelmeket adsz, és az örök üdvösséget adományozod, légy kegyes megáldani a jubiláló házaspárok ujján levő gyűrűket, hogy akik ezeket viselik, kísérje lépésüket a te oltalmazó kegyelmed, és segítségeddel jussanak el az örök életre, Krisztus a mi úrunk által. Amen. Most a kedves Efrestés hölgy Marika szólítani fogja kedves mindannyiunkat, legyenek szívesek kijönni ide az oltár elé, és fogadni a személyes, önökre vonatkozó áldást. A 60 éve kötött házastársakat szeretném kérni. Mindenható örök Isten, a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat a szeretett közösségben megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 60 közös évért hálát adjanak neked, arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végé pedig eljussanak hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És a kórusán, és tovább is sok életet kívánva, jó Isten, tartsd meg. 55 éves házaspárokat szeretnék kérni, és a többiek leülhetnek közben, nem kérdődik. Mindenható örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat a szeretett közösségben megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 55 közös évért hálát adjanak neked, arra kérünk, hogy segíts őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végén pedig eljussanak hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ön is a boldogságot és jó egészséget kívánok, Isten tartson önöket. Mindenható örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat a szeretett közösségben megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 55 közös évért hálát adjanak neked, arra kérjük, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végig pedig eljussanak hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ásasztok.
Mindenhat örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat a szeretett közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 55 közös évért hálát adjanak neked, arra kérjük, hogy segíts őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végén pedig elősenek hozzá a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenhat örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat a szeretett közösségben megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 55 közös évért hálát adjanak neked, arra kérjük, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végén pedig elősenek hozzá a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Hogy 50 éve kötött házaspárokat szeretnénk kérni. Mindenhat örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretet közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 50 közös évért hálát adjanak neked, arra kérjük, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végén pedig elősenek hozzá a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenhat örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat a szeretett közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 50 közös évért hálát adjanak neked, arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végén pedig elősenek hozzá a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenhat örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat a szeretett közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 50 közös évért hálát adjanak neked, arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végén pedig elősenek hozzá a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenhat örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretett közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 50 közös évért hálát adjanak neked, arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végén pedig elősenek hozzá a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenhat örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat a szeretett közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 50 közös évért hálát adjanak neked, arra kérjük, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végén pedig elősenek hozzá a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenhat örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat a szeretett közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 50 közös évért hálát adjanak neked, arra kérjük, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végén pedig elősenek hozzá a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Mindenható örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házas társakat, a szeretet közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 50 közös évét hálát adjanak neked, arra kérjük, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Föld életük végén pedig eljussanak hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A 45 éves házasságukat, házaspárokat szeretném kérni. Mindenható örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretet közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvérek jelöltek, hogy az eltelt 45 közös évért hálát adjanak neked, arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Föld életük végén pedig jelöltsenek hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenható örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretet közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy a 45 közös évért hálát adjanak neked, arra kérjük, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Föld életük végén pedig eljössenek hozzá a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenható örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretett közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 45 közös évért hálát adjanak neked, arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Föld életük végén pedig eljussanak hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A 40 éve kötött házaspárokat szeretnénk kérni. Minden a török Isten, de a házasság szentség által megajándékoztad a házastársakat, a szeretet közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 40 közös évért hálát adjanak neked, arra kérjük, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Föld életük végén pedig eljussanak hozzá a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenható örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretet közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 40 közös évért hálát adjanak neked, arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Föld életük végén pedig eljussanak hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenható örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretet közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 40 közös évért hálát adjanak neked, arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Föld életük végén pedig eljussanak hozzá a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szeretném kérdezni, hogy esetleg 35 éve kötött házassághoz ünneplő házaspárban legyen. Akkor a 30 éve kötötteket szeretnék kérni.
Mindenhat örök Istent, a házasság szentség által megajándékoztad a házastársakat, a szeretet közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, az eltelt 30 közös évért hálát adjanak neked. Arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végén pedig elősenek hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenhat örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretet közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, az eltelt 30 közös évért hálát adjanak neked. Arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végén pedig elősenek hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenhat örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretet közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, az eltelt 30 közös évért hálát adjanak neked. Arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végig pedig elősenek hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A 25 éves évfordulót ünneplő házaspárokat szeretnénk kérni. Mindenhat örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretet közösségi megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, az eltelt 25 közös évért hálát adjanak neked. Arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végén pedig elősenek hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenhat örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretet közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, az eltelt 25 közös évért hálát adjanak neked. Arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végén pedig elősenek hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenhat örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretet közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, az eltelt 25 közös évért hálát adjanak neked. Arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végén pedig elősenek hozzá a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A 20 éves évfordulót ünneplőket köszönjük. Mindenhat örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretet közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 20 közös évért hálát adjanak neked, arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végén pedig elősenek hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenhat örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretet közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 20 közös évért hálát adjanak neked, arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végén pedig elősenek hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
15 éves évfordulón ünnepőket szeretnénk kérni. Mindenható örök Istent, a házasság szentség által megajándékoztad a házastársakat, a szeretett közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 15 közös évért hálát adjanak neked, arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Föld életük végén pedig elősenek hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenható örök Istent, a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretett közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 15 közös évét hálát adjanak neked, arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Föld életük végén pedig elősenek hozzá a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenható örök Istent, a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretett közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 15 közös évért hálát adjanak neked, arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Föld életük végén pedig elősenek hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenható örök Istent, a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat a szeretett közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 15 közös évért hálát adjanak neked, arra kérünk, hogy segíts továbbra is őket kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Föld életük végén pedig elősenek hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És a 10 éve házasságot kötött házaspárokat szeretnék kérni. Mindenható örök Isten, de a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretett közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 10 közös évért hálát adjanak neked, arra kérjük, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Föld életük végén pedig elősenek hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenható örök Isten, de a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretett közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 10 közös évért hálát adjanak neked, arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Föld életük végén pedig elősenek hozzá a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenható örök Isten, de a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretett közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, az eltelt 10 közös évért hálát adjanak neked, arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Föld életük végén pedig elősenek hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenható örök Isten, te a házasság szentsége által megajándékoztad a házastársakat, a szeretett közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 10 közös évért hálát adjanak neked, arra kérjük, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak.
Földi életünk végén pedig elősönök hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenható örök Isten, te a házasság szentség által megajándékoztad a házasságokat, a szeretett közösségbe megélt élettel. Ma, amikor jubiláló testvéreink eljöttek, hogy az eltelt 10 közös évét hálát adjanak neked, arra kérünk, hogy segítsd őket továbbra is kegyelmeddel, hogy a jövőben is mindig a kölcsönös szeretet vezérelje gondolataikat és tetteiket, és csak benned bízzanak. Földi életük végén pedig eljussanak hozzád a boldog örök életre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Testvéreim, kérjük a mindenható Istent, hogy halmozza el áldásával a jubiláló házastársakat és minden keresztény családot. Add, Úrunk, hogy a jubiláló házastársak ünnepi hálaadása legyen számukra kegyelmednek és áldásoknak új forrása. Kérjük. Imádkozunk azokért a házaspárokért, akik meghívást kaptak, de betegség vagy egyéb akadályoztatás miatt nem vehetnek részt ezen a hálaadáson. Add, hogy a szentmise kegyelmi ajándékait ők is megtapasztalhassák életükben. Kérünk, Urunk, azokért, akik most nehéz körülmények között élnek. Segítsd őket, hogy a te megerősítő, vigasztaló szereteteddel találkozhassanak ebben a szentmise áldozatban. Kérünk, Urunk, azokért, akik elveszítették szeretetük gyümölcsét, gyermeküket, add meg nekik, hogy vigasztaló szereteteddel találkozhassanak ebben a szentmisében. Áld meg, Urunk, a keresztény családokat, hogy jó példájuk szolgálja egyházközségünk és mindazoknak lelki gazdagodását, akik velük kapcsolatba kerülnek. Jubiláló házaspárok elhunyt szeretteinek add meg az örök boldogság örömét. Mindenható Istenünk, növeld bennünk a hitet, reményt és szeretetet. Add, hogy megtartsuk parancsaidat, és méltók legyünk elnyerni mindazt, amit ígértél Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kötöttél népeddel, hogy akiket megváltottál fiat halálának
és föltámadásának titka által isteni természetedben részesíts, s a mennyei dicsőség örökösévé tedd Krisztusban. Az ő kegyelmének túláradó bőségét a férj és a feleség életszövetsége által jelezted, hogy ez a szentség, amely létrejött, emlékezetükbe idézzen szeretetet csodálatra méltó művét. Mi ezért az angyalokkal és az összes szentekkel együtt téged dicsérünk és vég nélkül énekeljük. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem érsz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy a színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében a részesülünk. Viseld a szíved az Urunk egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletesre a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elmúlt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogság a Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőjét magasztaljuk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökké. Amen. Isten szeretete kiárat mindannyiunk szívében, hogy ezzel az isteni szeretettel tudjuk most ő hozzá és egymáshoz a következő szavakkal fordulni. Mi Atyám, aki a mennyekben, szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a karajakod, amint a mennyekben, úgy az a föld is. Minden napot kegyelmünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérjük Urunk, minden gonosztól. Adj teljesen békét napjainkban, hogy irgalmunk mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőknek. Jézus Krisztus napi csőséges eljött itt. Mert Téd az ország, a hatalom és a csőség mindörökké.
Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rád, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékon szerint békében is, add meg teljes egységét. Aki össz és uralkodol, mind örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És az emberek. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség. Te családi asztalnál vendégül láttad híreidet,
gyermekeinkkel, rokonainkkal, egyházközségünk ünneplő testvéreivel együtt. Adj nekik erőt és buzgóságot, hogy lankalatlanul haladjanak a kölcsönös szeretet útján, és kegyelmedből a mennyei lakomán is együtt legyenek Krisztus a mi úrunk által. Amen. Szeretett testvéreimnek a következőket szeretném hirdetni. Köszönöm a jubiláló, jubilás házasok részéről a sütemény üdítő felajánlásokat a most szemiség után követő agapéra, valamint annak a jubiláns párnak a felajánlását, aki nem tudott eljönni, de anyagi támogatásával hozzájárul a kellékek megvásárlásához. Köszönöm a szervezőknek, segítőknek is a szolgálatát az ünnep méltó megtartásában. Isten áldása legyen mindenki életén. Hálásan köszönöm hétvégére elkészített templomi virágozás és a virág vásárláshoz gyújtott anyagi támogatás. Isten áldja mindazokat, akik ebben közreműködtek. Köszönöm a templom előtti fűkaszálást Mandula Ferenc úrnak. Október 1-én elkezdődik a szentmise előtt 17 óra 25 percről a rózsafűzér imádság. Ezzel kapcsolatban kérem a rózsafűzér társulat tagjait szeptember 30-án pénteken 17 órára egy közös megbeszélésre legyenek szívesek eljönni ide a templomban. A püspöki konferencia titkársága levelet intézett minden katolikus testvérhez. 2022. október 1-én és november 28-a között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos Magyarország, de a magyar katolikusok életében is. Ezért arra buzdít a püspöki konferencia, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg mindenki a római katolikus valláshoz tartozó hitét. Én is megköszönöm a kedves jubiláns házaspároknak, hogy elfogadták a meghívásunkat, eljötték, eltetszettek jönni, és ezáltal szebbé tették a mai ünnepünket, pont azáltal, hogy önöket ünnepeljük. Sok mindent elmondtam a szerbeszédben, de kívánok továbbra is önöknek sok erőt, jó egészséget, kitartást, egymáshoz való szeretetet és végtelen nagy türelmet. Isten áldása kísérje kedves mindannyiunk és a kedves szeretteink életét egyaránt. Kedves testvéreim, most a szemmise után mindjárt ne menjünk haza, aki csak itt már nem siet, maradjunk itt, és fogadjuk az agapét, a szeretet lakomát nagy-nagy szerelettel és tisztelettel. Azt hiszem, hogy más hirdetni való nincsen, még csak annyi megköszönöm kedves kerekes Mátyás úrnak, valamint Burger Zoltán úrnak a munkájukat, a szolgálatokat, amelyeket most a szemmise alatt tettek. Isten áldása kísérje az életüket, és kívánok további sok sikert és sok erőt a munkájukhoz. És akik az előttük álló héten születésnapjukat, évnapjukat, vagy éppen házasság évfordulójukat ünneplik, mindazokat a testvéreimet a Jóisten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Kívánok további áldott szép napot, és kegyelmemben gazdag évközi 26. hetet. Köszönjük szépen, viszont kívánok. Köszönöm szépen. Az Úr legyen veled. Áldjon meg benneteket az Atya Isten, őrizzen meg a Fiú Isten, és virágosítson meg a Szent Lélek Isten. Amen. Tekintsen le rátok jóságosan az Úr, és könyörüljön rajtatok. Forduljon felétek az, és adjon nektek békességet életetek minden napján. Amen. Hangozzon el az ég minden áldásával. Adja meg bűneitek bocsánatát, hogy részletek legyen az örök boldogságban, mindörökkül, örökké. Amen. És titeket mindannyiótokat, akik itt jelen vagytok, áldjon meg a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szemmise áldozatunk véget ért, menjünk. Szolgáljuk Istent és embertársainkat,
a legnagyobb tiszteletben és a legnagyobb szeretetben. Istenem, legyen hálát!